Hévíz szakaszhajrának ad helyet május 11-én a Giro d'Italia kerékpáros körverseny hazai útvonalán. A város már most készül a rendezvény fogadására, ennek nyitányaként emlékkövet helyeztek el, és felfestették a jelképes célvonalat. A sajtótájékoztatón megtudtuk, nagy lehetőségnek számít, hogy idén Magyarországról rajtol el Európa egyik legnagyobb kerékpáros versenye. Az olasz verseny nagyrajtját 13. alkalommal szervezik meg külföldi országban. A verseny során 3 héten át 3500 kilométert tesz meg közel 200 kerékpáros. Budapestről indulva országunkban 3 napig tekernek a versenyzők, a 200 kilométeres magyarországi szakasz Nagykanizsán végződik majd. Pap Gábor Hévíz polgármestere elmondta, a részhajrá napján több attrakcióval is készül a város a versenyzők és a szurkolók fogadására. Azon a napon természetesen azon kívül, hogy kerékpáros és kerékpárral kapcsolatos rendezvényeink lesznek mind fiataloknak, mind idősebbeknek, minden generációnak mondhatom azt, azon kívül természetesen megfelelő koncertek és kikapcsolódási lehetőségek, és hát természetesen felkészülve, hogy végigmennek a csapatok a városon, a város egy díszbe öltözik, a Giro színébe fog öltözni, úgyhogy tényleg sok ötletünk van, amiket majd akkor szeretnénk isten igazából elsütni. A polgármester hozzátette, sportturisztikai szempontból is egy jó lehetőség a szakaszhajrá megszervezése, hiszen a mostani nagyszabású rendezvényt követően is vannak tervek a városban, melyek a kerékpározás kultúrájának erősítésére irányulnak. Az ünnepség vendége volt Révész Máriusz, kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki elmondta, a verseny egyik fő célja hazánkban a kerékpározás népszerűsítése. Szeretnénk még azt, hogy a Giro az a magyar kerékpársportnak is adjon egy lendületet. Azt hiszem, hogy már jelzi, hogy itt a lendületből valami már elindult, hogy most 2020-ban a magyar fiatal versenyzők már sokkal komolyabb csapatokban tekernek, mint egy évvel ezelőtt. Bízunk benne, hogy a Giro-nak hosszú távú hatása lesz, és néhány év múlva nekünk is lesz egy-két igazi kerékpáros világsztárunk. A hévízi gyorsasági részhajrá a főutcán végződik majd, a versenyzők akár a 45-50 km/h sebességet is elérhetik. A verseny közvetítését közel 200 országból várhatóan több száz millióan követik majd figyelemmel, így a programnak nem utolsó sorban hatalmas marketing értéke is van. Ezen kívül a helyszínekre is több ezer nézőt várnak, mind hazánkból, mind pedig a szomszédos országokból. A Nemzeti Sportügynökség szervezésében nem csak a verseny napjaiban szól majd minden a kerékpározásról, de számos kísérő rendezvény is lesz. Így például 100 nappal a rajt előtt, január 30-án a rózsaszín fények éjszakája, amikor a résztvevő városok ikonikus épületei rózsaszínbe, a verseny színébe öltöznek majd. A hévízi nyitórendezvényen bemutatták azt a desszert különlegességet is, melyet a Szegretó cukrászat a hazai verseny tiszteletére kreált.